Hajdú Szabolcs Ernelei Farkaséknál című filmje nyerte a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját, a Kristály Globuszt. A film 13 operatőrszakos hallgató segítségével készült. Most a rendezővel, Hajdú Szabolccsal és Kákovács Ákossal, a Budapesti Metropolitan Egyetem végzős filmoperatőr művész mesterszakos hallgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszönöm szépen, hogy jöttök. Először is hatalmas gratula. Én már itt a reklámszünetben mondtam Szabolcs, hogy te állandóan eltűnsz két évre, majd dobsz egy óriásit. Én nem tudom, hogy hogy csinálod, de hihetetlen vagy. Milyen volt? Átvettétek a díjat, láttam, hogy ott volt mögötted a család. Mesélj arról a pillanatról. Hát igazából nekem nem volt meglepetés az utolsó 20 perc, mert elkezdtem nézni a sorokat, és ki spekuláltam, hogy úgy vannak beültetve a díjazottak, ahogy jönnek a díjaknak a... Mikre nem gondol ilyenkor az ember? Hát ez elkezd az ember egyből így. Tehát láttam, hogy ott van a külön díjas előttem, amikor megkapták a külön díjat, nem mondom, akkor előttem van egy színésznő, az a színésznői díjas, akkor a rendezői díj. Mi vagyunk leghátrébb, ránk vannak állítva a kamerák, akkor valószínűleg mi kapjuk a fődíjat. Az, hogy ez színházban megy ez a darab, és aztán most megcsináltátok filmen, tudom, hogy 12 napig tartott a forgatás, a saját lakásotokban történt mindez. Szóval, hogy ez az egész, ez más módszereket igényel, hogy színházban csináljátok meg, és más módszereket, hogyha filmen? Teljesen más. Tehát a két formanyelv között akkora különbség, mint hogyha a két a román és a magyar között. Azért kérdezem. Tehát nagyon más, és tehát a maga a történet az egyáltalán nem változott meg dialógusok szintjén. Tehát ugyanazt mondják el a filmben is, mint a színházban a színészek, viszont a nyelvezete, a maga a forgatókönyv az arról szólt, hogy átfordítsam tulajdonképpen a film nyelvére a srácok segítségével egyébként. Van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. Ez egy érdekes tanulmány lehet azoknak is egyébként, majd ősztől elkezdjük újra játszani az előadást, és a mozikba is bekerül a film, és meg lehet nézni a kettőt egymás mellett, hogy mi a különbség. Nem ugyanaz a kettő, bár a szöveg az ugyanaz. Könnyű volt Szabolccsal? Tehát borzasztóan. Elképesztően könnyű volt. Nekünk ő tanárunk volt előtte is, a rendezés kurzus tanított, és mi mindig az egyik legjobb pedagógusként tartottuk számon. És valahogy a forgatás alatt az történt, hogy egyszerűen az ő családjuk így egy kicsit nagyobb lett erre a 2-3 hétre, amíg forgott a film, és borzasztó precizitással, odafigyeléssel is nagyon fontos, hogy nyugalommal kezelte ezt az egész őrületet, ami ott a lakásokban történt. Hát ezt el tudom képzelni, hogy őrület volt, ugye hát alacsony költségvetésről beszélünk, független filmről, de mégiscsak 12 vagy 13 különböző operatőrt, akinek különböző látásmódja, gondolata, stb. Van, kellett instruálnod, az hogy ment? Hát ez mindig ugyanúgy működik, hogy az operatőrnek általában van egy önálló látásmódja, amit be kell illesztenie egyébként neki, vagy közösen meg kell találjunk egy közös koordinátorrendszert, amin belül ő mozog. Tehát itt is az volt, hogy meg volt találva egy koordinátorrendszer, és abba volt beillesztve ez a 13 operatőr. Én felosztottam a forgatókönyvet 13 részre, az egyes részeket mindenkivel külön végigbeszéltük, azon belül tudtak ők gondolkozni, hogy azt hogy fogják majd megoldani. Tehát a stílusa, meg az egésznek a világa nekem eléggé a fejemben volt, tehát tudtam azt, hogy kell ennek majd a végén kinéznie, tehát mi az a atmoszféra vagy nyelvezet, amivel ezt a történetet majd elmeséljük, és azon belül volt nekik mozgásterük, és általában ez az operatőr dolga egyébként, hogy belép a rendező univerzumába, és hozzáteszi a sajátját, a saját univerzumát. Ez nagyon szép, amit Szabolcs mond, de azért mégiscsak meg kell érteni valamit abból, hogyha rád tekint, hogyha ha éppen arról a formanyelvről beszél, ami ugye itt ilyen tekintetben a filmi, ami erősen eltér a színházszól, ahogy Szabolcs mondta, hogyan lehetett ezeket fölvinni aztán a kamerába? Ugye az volt a nagyon érdekes, hogy amikor megtudtuk, hogy 12-en fényképezzük a filmet, akkor rögtön fölmerült a kérdés, hogy ki lesz a vezető operatőr, ki lesz mégis az első nézője a filmnek. És valahogy ez ott a forgatáson kezdett el alakulni, hogy megtaláltunk, rögtön lett egy hangulata már magának a forgatásnak, és aztán az első egy-két jelenetnek is lett egy hangulata, ehhez képest alakítottuk aztán a többi jelenetet. És érdekes ez, hogy ezt nem előzte meg egy olyan borzasztó nagy fölkészülés egy rendező és egy operatőr között, nagyon sokat készültünk rá természetesen, hanem mindenki valahogy a saját maga részét adagolta bele.
Mennyi idős vagy, ne haragudj? 24 éves vagyok. Azért ez nem semmi, Szabolcs. Azért nagyjából mi egyidősek vagyunk, tehát így 40 fölött vagy fölé csúsztunk már, de azért fesztiválias filmet csinálni ilyen fiatalokkal, ez nagyon bátor. Hát ő még az öregebbek között tartozik egyébként, mert a átlag életkor az kb. 21-22 év volt a stábban. Nem, hát ők nagyon felkészültek, abszolút készen állnak játékfilmek leforgatására. Mindig pont erről beszélgettünk itt a beszélgetés előtt, hogy mindig azon múlik minden, hogy van-e egy vízió, amihez képest ők tudják használni a tudásukat. Mert a tudásuk már megvan hozzá. Innentől kezdve tapasztalatokat fognak szerezni, mindenféle technikai dolgokban lesznek erősebbek, de az a spiritus, az vagy van, vagy nincs, tehát a tehetségről beszélek, és a tudást ezt pedig az iskolán megszerezték. Egyébként még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ő mindig 12-t mondani, meg 13-at, mert a végén már operatőröket, a végén belépett még egy ember a Színházis Filmszíti Egyetemről, a Bántó Csabi, aki a pótforgatásokat csinálta, tehát így egy ilyen szerencsés 13-as lett ez. Szabolcs Ákos, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.